Vagyok. A Júlia utca és a Szilágyi Erzsébet fasor sarkán álltam, a kertészettel szemközti oldalon, a János kórház irányába fordulva. Balról a fejem magasságában a kerítés lábazat. Szabályos vonala, ameddig csak követni lehetett, végig kísérte az utca hosszát, a perspektíva törvénye szerint egyre közelítve az alatta futó járdához. A járta szegély és az úttest túlsó szegélyének rajza is végig nyúlt a szürkés sárgán derengő képen. És persze jó néhány rövidebb, ütemesen egymásra következő függőleges vonal is tagolta, a villanyoszlopoké. A kánikulai üresség fölé japán a kácok lombja boltozódott. De csipkéjükön nem a napsütötte égbolt, hanem a villamos sínek fölötti domboldal fáinak sötétje villant át. Bal felől, a kerítés fölött, reszelős rajzú fenyők, sötét tenyerű vadgesztenyék és két-három emelet magas házak zárták le a teret. Néztem ezt a mozdulatlannak tetsző képet, és egyszerre megrendülést okozva belém nyilalt a szó, vagyok. Jelentette számomra olyasmit is, hogy létezem, olyasmit is, hogy egyedül vagyok, hogy magam vagyok. Milyen összefüggésben lehetett ez a hirtelen fülembe csendülő hang az üres utca mértanával? Az egymás felé futó, és valahol a japán akác alagút végén összetalálkozó vonalakkal, a kerítés lábozat köveinek szürkeségével az árnyék nélküli derengéssel, a levegőben remegő hőséggel, a körülöttem támadt váratlan csönddel? Ezekre a kérdésekre nem tudok válaszolni. Az a műkő kerítés lábazat 70 centiméter magas lehet. Akkor úgy állt mellettem, mint egy bástyafal. Lehettem tehát 70-80 centi két éves, két és fél éves. Kiszakítottam magam anyám kezéből, vagy elengedtem a babakocsimat, amit addig buzgontoltam a piacról hazafelé, és elszaladtam a kinyitott kertkapu elől, anélkül, hogy még időben bárki megakadályozhatott volna ebben. Noha futás közben is számítottam a közbeavatkozásra, de a visszahívó kiáltásoknál erősebb volt bennem a szökés vágya. Így jutottam el a sarokig, ahol befordultam, és szembe találkoztam az üres utcával. Pár másodperc telhetett csak el. Már megfogta a kezemet utolérőm, anyám, és engedetlenségem miatt méltatlankodva visszavezetett a babakocsihoz. Ebben a néhány másodpercben szólalt meg bennem az a hang, amelyik azt mondta, hogy vagyok hogy létezem. Létezem, és váratlanul egy hosszú utca elejéhez értem. A kertkapunál kíváncsian várakozott ránk két szomszédasszony. Anyám már mentegetett. Nem szokott ilyeneket csinálni. Alig tudtalak utalérni, igaz? Hogy kell vigyázni ezekre a csöpségekre is? Egy perc, és megtörténik a baj. Egyfelől elégedetten, hogy anyám keze utolért, másfelől bensőmben remegve, még mindig a felismerés hatása alatt léptem be a kerti kapun. Ott, ahol véget ért az, ami ismerős volt. A hirtelen feltáruló üres utca látványa úgy zendült meg bennem, mint egy előadás kezdetét jelző gongütés. A temetés. Meghalt nagypapa. El fogják temetni. Ennyit tudtam, és tele voltam várakozással. Úgy tűnt, mintha a temetés valamiféle találkozó lenne. Egy utolsó találkozás a nagypapával. Régóta már csak anyánk és nagymama beszélgetéseiben hallottunk róla. Nagyon beteg lett. Kórházba kellett mennie. Nem vitt már kézen fogva sétálni minket a torockó térre. A templom lépcsőjéről nem kiabálták utána az ott játszadozó rossz gyerekek, hogy Mikulás bácsi! Mikulás bácsi! Nem jelent meg elegánsan, ahogy szokott a kertészet kapujában. Nagy fehér szakál, fekete sétabot, lesoványodott testén fehéring, nadrágtartós, bőpantalló, Lazán hullámzó, szürke zakó. Meghalt a kórházban. Megkérdeztem anyánkat, hogy elmehetünk-e mi gyerekek is a temetésre, és azt felelte, hogy igen. Ez megnyugtatott. Szerdán lesz a temetés, és mi ott leszünk. Szerdán volt a temetés, de mi nem voltunk ott. Úgy éreztem, hogy kihagytak valami fontos dologból nem a szomorúságból. Sejtettem, hogy a temetés szomorúsággal jár, és éreztem is magamban ezt a szomorúságot. De kihagytak a találkozásból, a rokon nénik bácsik dicséreteiből és jajgatásaiból, szóval mindenből, ami kellemes történik családi alkalmakkor. Pedig a temetésen mi is fontosak lennénk, mert a mi nagypapánk halt meg. Tetszett volna nekem ez a fontosság szerettem volna én lenni az a kislány, akinek temetik a nagypapáját. Mert valóban én vagyok az. Láttam magamat, ahogy fogom anyánk kezét. Sötétkék kék kardigán van rajtam, amit nagymama kötött, de lehet, hogy csak fehér blúz és sötétkék szoknya, mert nagy hőség van. Azt se bántam volna, ha feketére befestik valamelyik ruhámat, mint anyánkét. A kicsik nem kell, hogy feketében legyenek, mondta nagymama. A taxizás is foglalkoztatott. Taxival megyünk a temetőbe. Apu motorján mégsem mehetünk ennyien. Később azt mondták, hogy azért nem vittek ki, mert nem fértünk volna be a taxiba. De olyasmit is hallottam, hogy a temetéshez még kicsik vagyunk. Nem kell a gyerekeket kivinni, nem nekik való a temető. Három éves voltam, nem éreztem magamat kicsinek. Délutáni idő volt, a nyitott ablaknál a leeresztett redőny mögött feküdtem, és a parkettára hulló keskeny fénycsíkokat nézegettem. Egyszer csak hallani véltem, hogy egy autó áll meg a házunk előtt. Amikor anyánk és nagymama mögött becsapódott az előszoba ajtó, bömbölni kezdtem. Bömböltem akkor is, amikor lent az utcán kinyíltak és becsukódtak a taxi ajtajai, felkelepelt a motorja, aztán távolodott, majd egészen elhalt a pöfögése. Később már csak halkan magamban sírdogáltam, amiért megígérték, hogy elmehetünk, de nem tartották meg az ígéretüket. Anyus szegény nagyon oda van. A szokásos, síró görcsök, jaj beszékelés, kontráz neki, mondta anyánk este, amikor külföldön élő öccsével beszélt telefonon. Én nem tudok sírni. Csak látom magam előtt azt a gyönyörű szemét, ahogy a kórházban utoljára rám nézett. Már nem tudott beszélni, csak nézett rám szemre hányóan a bársonyos tekintetével. Nem értette meg, pedig hányszor elmondtam neki, hogy muszáj hazamennem a gyerekekhez, le kell fektetnem őket. Apánk úgy nézett utánam, mintha azt mondaná, hát te is elhagysz, kislányom, katinkám. Már mindig ezt az utolsó, szemrehányó tekintetét fogom magam előtt látni, mondta anyánk. Én pedig azt, amilyennek elképzeltem a temetést. Fehér blúzban és sötét kék szoknyában állok, egy kerek, kövezett téren, és fogom Anyánk kezét. Uraközi lovak Vilonkával az egyik menti virágágyásnál dolgoztunk. Száraz és repedezett volt a föld, csöngött, ugrált rajta a kapa. De a gyomlálás sem volt sokkal eredményesebb. A kemény talajba beleszakadtak a gyökerek. Mi azonban nagyon igyekeztünk. Én, a talán négyesztendős önkéntes hátramozdító, a szinte már felnőtt sorban lévő, Kolozsvárról menekült Ilonka mellett, akit Vilonkának kereszteltem el, és meggyőződéssel hajtogattam, hogy ez a legszebb név. Vilonka bárhol tűnt is fel a kertészetben, mindig nagy mosolygások középpontja volt. Kivirágzottak körülötte a szigorú férfi ábrázatok. Ki tudja, hogy kék szemének, kerek fehér arcának, vagy hosszú világos barna hajfonatának volt-e köszönhető? Sokszor elnéztem, lopva megsimogattam én is ezt a veleröbdöső, hosszú, puha varkocsot, ami persze nem volt tökéletes, itt is, ott is kócos tincsek göndöröttek ki belőle. Fontosabb alkalmakkor koszorú formán a feje űzte. Így őrizte meg őt az a néhány apró, cakkos szélű, fekete-fehér fotó is, amelyeken mosolyogva ülvelünk, két érdeklődő tekintetű kisgyerekkel, a Krecsányi utcai kert gyepén. Ott dolgoztunk tehát vilomkával a virágágyások valamelyikénél. Előttünk magasodott a poligónummal dúsan átfont kerítés, amelynek sötétzöld lombhullámaiból Szent Ferencet hallgató, kíváncsi halacskákként bújtak elő a hegyes, fehér virágfürtök. A nyugati naptól szinte lángolt a kerítés teteje amikor az egyre erősödő szekérzörgést lódobogást követően feltűnt fölötte két szőke, zászlós sörény lófej. A feszes istránk miatt magasra emelték habos szájukat. Hatalmas termetükkel szokatlan volt ez a vágta. Felgyűrt ingújú, fiatal kocsis csattogtatta rajtuk az ostort. A robogás szinte kibírhatatlanná fokozódott zaja és látványa egyszerre csapott le ránk. Kezünk megállt a munkában, megigézetten bámultunk. Észrevett minket, elsősorban persze vilónkát, a zökögve száguldó, vörösképű fiatalember is, és jókedvűen rikkantott oda valamit, miközben nagyot rántott az amúgy is feszülő gyeplőn, és az ostorral még egy kacskaringósat odasuhintott. A lovak feje még fejjebb rándult, szemük szinte már az égre merett. Majd az ostor csípésére hirtelen előre a homlokukat, úgy tűnt, hogy fejvesztve rohannak, anélkül legalábbis, hogy látnák, láthatnák az utat maguk előtt. Vilonka arca a kocsis rikkantására elborult, elvörösödött, szemét a földre sütötte, és ismét munkához látott. Mikor a lenyűgöző látványtól magamhoz tértem és kérdezősködni kezdtem, már nem is emlékezett a dologra. Hiába okvetetlenkedtem, csak egy szégyenlősen vagy rátartin elnyomott mosolyt kaptam válasz helyett, ami megerősítette bennem a gyanút, hogy valahogy mi is beletartozunk ebbe a viharként közeledő, majd távolodó jelenségbe, amely minden érzékszervünket birtokba vette és feszültséggel robbanásig töltötte körülöttünk a nyári délutánt. Térdeltemből én is felpattantam, nyerítve, kiáltozva rohangáltam a kerítés mentén, miközben égre tartott kézzel csavargattam, pattogtattam az ostort, és a magasan járó felhők felé dobáltam, majd rángva a földre szektem kerekkobakomat. Amin viszont vilonka, Szelíd fejcsóválások közepette nem győzött eleget mosolyogni. A sörcsapolás napja. Az iroda előtt az udvar földjét keményre taposták. Sima, ismerős göröngyei jó esően domborodtak mezitlábunk alá. Ünnep volt. Apu ünnepe, mert sikeresen befejeztek egy nagy munkát. Megígérte, hogy csapra ver egy hordós hört. Erre várt mindenki. Anyánk kivasalta a saját szoknyájából rám alakított bőfodru nyári ruhát, Amibe már próbakor is öröm volt belebújni. Kockás anyaga könnyű, sötétkék, világoskék és fehér. Számomra és a többi kislány számára akkoriban egy szoknya legnagyobb értéke az volt, ha forgás közben kiterülve repült. Hát ez úgy repült, akár a madár. Forogtam benne, mint az orsó. Sietősen kerülgettek az emberek, a kertészetben dolgozó kubikusok mindegyiküknek volt valami fontos feladata. Forogtomban is hallottam az izgatott beszélgetéseket. Apu kis teherautójának platójáról óvatosan emelték le a sörös hordót, talicskán tolták be az iroda elé, a mai nap tiszteletére felállított sátorba, amely olyan magas volt, hogy meghajlás nélkül be tudtak lépni alá a felnőttek is. Bakra, Két ívesre kifűrészelt deszkalapra helyezték a hordót, amely megbízhatóan támasztotta alá a pocakját. Apu hozta a csapot. Nézegette, forgatta, odapróbálta a hordó oldalához. Aztán jobb kezébe fakalapácsot vett, mert ki kellett ütnie a dugót, és ügyesen a helyére nyomni a csapot. Mindenki ott toporgott, mindenki tanácsokat adott neki, tudták, milyen fontos, milyen izgalmas esemény a csapolás. Kecskelábú hosszú azt talált a sátor utca felőli oldalán. Nagy fehér viaszkos poharak sorakoztak rajta. Vilonka fehér szalvétával letakart kosarakban pogácsát tett melléjük. – Mi is kapunk! – nyaggattam aput. – Pogácsát biztos! Menjetek hátrébb, nehogy lefröcsköljön a sör! – odáptolt – de a hordóról nem vette le a tekintetét. A végén még fölmelegszik. A kocsi egész jó hideg volt még. Várakozás és kételkedés volt a megjegyzésekben. Csapra tud-e verni a főnök egy hordót? Kocsmába be nem tenni a lábát. Miért nem bízza a csapulást a tapasztaltabbakra? Olyanokra, akik már segítkeztek itt meg ott. De apu az olyanokra soha semmit sem bízott szívesen hogy bízta volna rájuk élete első sörös hordóját. Járt mellé a csapolás izgalma is. A 25 literes fahordó valami módon a disznóölések hősére, a szegény cocára emlékeztetett engem. Izgatott voltam a ráncokba vésett, ritkán mosolygó férfi arcok várakozása láttán. A nekem szóló dicséretek, incselkedések is felpesdítettek, mindaz, ami egy négy-öt éves kislánynak ekkora társaságban még akkor is kiár, ha nem a főnök lánya. Így aztán észesen vettem, amikor végre lendült a kalapács, lekoppant a dugó, és apu egyetlen másodperc alatt a helyére illesztette, és beütötte a hordóba a csapot. Persze, hogy a nagy pillanatban a csap mellől kisüvítő sör vékony sugara az én kék kockás szoknyámat találta el. Alig tudtam felfogni, hogy mi történt. Dű és elkeseredés villant át rajtam. Pont rám céloztak. A sikeres csapolást köszöntő megkönnyebbült nevetésről meg azt hittem, hogy engem nevetnek. Beborította felnőttek hahotája mintha hirtelen víz alá kerültem volna. Sírva görbettem össze, két kézzel gyűrtem vékonyka lábaim közé a szoknyám. A folt ott sötét lett a közepén, mintha pisi lett volna. Mint mikor apu és bátyám viccből vizes üvegecskét kötözött a névnapra kapott babám szoknyája alá, aztán szegény fejjel lefelé tartva hozták be nekem. Fölényesen rántottam ki a kezükből, meg egy babát se tudtok rendesen megfogni. Ahogy talpra fordítottam, kiömlött a kisüvegből a víz, a foltja épp úgy sötét lett az ölemben, mint most a sör. A hordó felé igyekvők belém botlottak, kis hián összetapostak. Nevetve fe kapott fel apu, de hiába puszított meg, hiába simította ki nedves arcomból a hajamat. Hányszor küldtelek hátrébb? Mindig lábalat kell lenned? Ne na, mindjárt megszárad, mondta. Nyoma sem marad, vigasztalt anyánk is. Nem kellett a pogácsa. Az apu kínált a sörkostoló sem. Elbújtam hátul az udvarban, a széles, magas törzsű akácok és nyárfák alatt, a fészerek és ólak között a rácsos olajtókhoz gyülekező nyulak fintorgó orrocskája előtt sírdogáltam sokáig. Ültem a földön, és túrtam barna lábujjaimmal a sima, meleg port, míg a sátor környékéről, a kiürült sörös hordó mellől el nem szélettek az emberek. Mindenki elégedett volt. Egyedül én éreztem magam kárvallottnak. Villamos kaland. A nagyajtai úti villamos megálló Anyánk nővére Ancsúr karján ülök Mellettünk másik kezét fogva Lacika áll Jön a villamos A hátsó peron csikorogva lefékez előttünk Valaki lenyitja azt a jellegzetes összecsukódó rácsajtót amely, mint annyi másnak évekkel később, majd nekem is nem egyszer becsípi a kezemet. Ancsúr segít Lacinak felkapaszkodni a vaslépcsőkön. Rálátok a villamos barnára olajozott perompadlójára, amelyen megjelenik a fehér zoknis, szandálos, rövidnadrágos kisfiú, hátán a világos kék susterkötényke keresztben gombolódó pántja. Szőke arca, Sötét pillás kék szeme ilyetten fordul felénk, amint Ancsúr elengedi a kezét, hogy megfogja a villamos kapaszkodóját, és fellépjen velem a lépcsőre. Ekkor azonban a kocsi lassan, de határozottan mozgásba jön, Ancsúr kezéből kiszakad a vasfogantyú, szerencsére még azelőtt, hogy magával rántana minket. Karonülök, elég magasan ahhoz, hogy szemtől szembe lássam, ahogy Lacika ilyet, fehér arcát lassan és visszavonhatatlanul elviszi a villamos. Kinyújtom felé a kezemet, de már el is tűnt. Sírva fakadok. Ancsúra villamos eleje a vezető felé fordul, kiabál, fut velem a kocsi után, szabad kezével hadonászik. Én bömbölök, a villamos elmegy. Ancsúra levegőt kapkodva rohan velem vissza a villamos megállótól egyetlen saroknyira lévő kertészetbe, anyámhoz. Mikor lihegve mondani kezdené, hogy mi történt, elsírja magát. Anyánk türelmetlenül sürgeti. Beszélj már! Laci, a hova lett? Miért jöttél vissza? Miért bőg ez a kislány? Mi történt? Aztán rákiált. Menj azonnal a gyerek után! Ancsúr letesz a földre, még mindig sírok de kitörődik most velem. Anyánk szidja nővérét, Ancsúrt, aki már szalad is vissza a megállóba, de egyre kérdi, hogy hol keresse a gyereket. Anyánk utána siet, azt kiabálja, hogy felszálláskor beszéljen a vezetővel, és nézzen alaposan körül minden megállóban egészen az óvodáig. A hadapród kellett volna az óvodához leszállni, de ki tudja, Lacika, hol szállt le, ha egyáltalán leszállt, hiszen még csak egyetlen egyszer volt az óvodában. Valószínűbb, hogy a következő megállóban leszállították őt az utasok. Közben anyánk ideges mozdulatokkal leoldozza magáról a kötényét, és rohan Ancsúr után, azt kezdi kiabálni, hogy jöjjön azonnal vissza, maradjon helyette a kertészetben, maga megy megkeresni Lacikát. Elrohan. Ancsúr folyvást a szemét törölgetve visszaér, leteszi a székre anyánk kötényét, és egyre mondja magában, motyogva mondogatja, hogy ő nem tehet semmiről. Szídja a villamos vezetőket, szidja a kalauznőt, aki látta, hogy mi még nem szálltunk föl, és mégis lecsengette idő előtt a kocsit, az a szemét, mert nincs ott egyiknek se az esze, szórakoznak az utasokkal, nem nézik, van-e még fölszálló, vagy nincs. Persze a katon meg, mint mindig, most is ő ráharagszik, mindig mindennek ő az oka. Kötény zsebéből előhúzza a zsebkendőjét, amit minden este kimos, és a mosókonyha csempéjén vasaltra szárít, törli a könnyeit, aztán gondosan összehajtogatva ismét zsebre teszi. Apu segédje Jenő tanácstalanul néz, a homlokát dörgöli. Már csak itt lenne a lovas úr, kocsival egy-kettő megtalálnánk lacikát. De nincs itthon, elment reggel a teherautóval, elvitte az embereket is. Senki sincs itthon. Leguggolok, a kavicsokat, az üvegdarabkákat, az ágtörmelékeket piszkálom a földön, a hangyákat figyelem, mint máskor is, ha nincs jobb dolgom. A jéghideg ilyettséget, ami akkor markolta össze a melkasomat, amikor lacikát elvitte a villamos, még mindig érzem. Alig, ha tudnék egyetlen szót is kinyögni. A fejem teljesen elzsibbadt. Mi lesz most? Mi lesz most? Kérdezgeti bennem valaki, s nagyon félek. Úgy érzem, soha többet nem kerül meg a bátyám. Bekövetkezett a baj, amiről annyit hallottam már, megtörtént, amitől mindig mindenki féltett bennünket. Ha tudnám mi az, azt mondanám, hogy dejavű érzésem van. Így csak az dobul bennem, hogy megtörtént. Megtörtént. Mi lesz most? Mi lesz most? felderítetlen óra. Kiszaladok a kertészet kapuján, a Júlia utca és a Szilágyi Erzsébet fasor sarkára, nézek a Torockó utca felé. Biztosra veszem, hogy a következő pillanatban meglátom bátyám kék köténykés alakját, ahogy rövid, puha gyerek lábaival épp az utolsó lépéseket teszi meg, mielőtt hazaérne. Miért épp ebből az irányból várom, nem tudom. Pedig a másik irányban tűnt el, arra felé, amerre a villamos éles kerék sikoltással bekanyarodik. Talán könnyebben elképzelhető, hogy a békés, csendes Júlia utca mélyéről előkerül, mint a sokféle forgalomtól zavaros Szilágyi fasorból. De a busafejű kisfiú helyett csak a most egészen néptelen járdát látom a vadgesztenye fák terjeszkedő gyökereitől göröngyös aszfaltutat, amely szürke és üres. Fölébe gubancolódik a kerítést vastagon benövő futósóska, fehér, áttört fürtök lepik el a kacskaringósan magába gabajodott folyondárt. Várakozásomban csalódva letépek egy-egy sötét -zöld levélkét, és megrágom, hogy ismét megbizonyosodjam kellemes savanyú íze felől. Anyánk szerint ez a növény nem futósóska, sőt, nem is sóska. Poligónum. Evvel a szóval nehéz mit kezdeni, sokkal egyszerűbb lenne, ha sóska lenne, hiszen a levelének sóska íze van, mint a sóska ágyásokban zöldellő leveleknek. Egy kicsit anyánkkal ellenkezem, amikor csupán a sóska íz kedvéért is megeszek egy poligónum levelet, amit amúgy nem szabadna, mert poros, piszkos, biztos megint valami nyavaját kapok majd tőle. Kérjek inkább kenyeret, ha éhes vagyok, szokta mondani. De most hiába kérnék, a kertészetben nincs ennivaló, haza pedig nem mehetünk. Várjuk lacikát. Kiszaladok tehát újra és újra a sarokra, reménykedve, hogy végre feltűnik. Magam előtt látom közeledő alakját. Néha egyedül, fejét lehajtva, mintha nehéz lenne, néha anyánkkal együtt fogja a kezét és összehúzott szemmel néz fel rá. Hallgatja, figyeli a gyöngyként pergő szavakat. Aztán szembesülni kényszerülök a borús délelőtt fényében a poros, poligónumos kerítéssel és az üres járdával. Nagyon sokára csöndesen és csüggetten jön meg anyánk. Mintha útközben megverték volna, kudarcról és kétségbeesésről árulkodik az arca. A faggatózásra tőle szokatlanul halkan, nehezen vallja be, hogy sehol sem találta a gyereket. Már volt a rendőrségen is. Ott sincs. Mi történhetett vele? Senki sem látta, minden megálló környékén minden lehetséges embert, boltost, utcaseprőt, házmestert megkérdezett. Még a Ludovika portáján is járt. Talán valaki magához édesgette a villamoson, és elvitte. Hogy ilyesmit végignéznek az utasok? Persze, nem tudhatják, hogy ismerje a gyereket, vagy sem. Ha azt mondja, hogy tudja, kinek a kisfia, és majd ő hazaviszi, Kikételkednék benne? Hogy engedhetted, hogy elinduljon az a nyomorult villamos? támad rá anyánk megint Ancsúra. Fogni kellett volna a kapaszkorót, és futni vele, és ordítani, csak észrevették volna, hogy nincs rendben valami. Ha ez velem történik meg, velem egyszerűen nem történhetett volna ilyesmi. Jaj, miért is bíztam rád őket? De hát nem csinálhatok mindent egyedül. Ancsúr halkan zokog. Hangosan fújja az orrát, ismét zokog. Anyák vizes vászon törül tesz a homlokára, aztán körbe csavarja a fején, és közben mondja, mondja. Én az iroda ajtaja előtt az udvaron guggolok, és csendesen sírdogálva hallgatom őket. Mit fog szólni, anyus? Mit mondok Ferinek, hogy pont ilyenkor kell egyedül lennie az embernek? Még egy telefonszámot se tudok. Fönn dolgoznak valahol a Svábhegyen. Istenem, hogy miért nem kérdeztem meg a pontos címet? A rendőrök felvették a személy és megígérték, hogy bejárják a környéket. Na de hát már négy órája, hogy eltűnt. Ancsúr, eredj haza! Anyusnak ne szólj egy szót se! Nincs szükség a jajveszékelésére. Nem telefonált még? Vidd haza a kislányt, evédeltessétek meg, és megtessétek le! Anyus, vagyis nagymama, már telefonált. Ancsúr megmondta neki, hogy Lacika eltűnt. Anyus nem győzte Szidni Ancsúrt. Jaj, ő a legszerencsétlenebb az egész világon. Azóta minden öt percben telefonál. Neki három gyermeke meghalt. Ő tudja, mi az. Neki joga van tudni. Persze ő sem hiszi el, hogy nem Ancsúr tehet mindenről, pedig nem hagyhatta, hogy magával ráncsa a villamos. A bal karján ott ült a kislány. A jobbal, ha továbbra is a fogódzót markolja, akkor a mozgásba lendülő kocsi berántja mindkettőjüket a kerekek alá. De persze a húga mindig mindenben okosabb. Miért nem vitte akkor ő maga óvodába a két gyereket? Ancsúr meg addig itt maradt volna a kertészetben. És így tovább. Ancsúr kézen fog, aztán karra vesz, úgy szalad velem a házunkig, három saroknyit, mintha kergetnék. Senkivel sem áll lebeszélgetni. Otthon nagymama síró görcsöt kap. Hol lehet az a szegény kisfiú? Bevonul zokogni a nagyszobába. Már biztos benne, hogy soha nem találják meg lacikát. Szegény kisfiú, hiába ő megérzi az ilyesmit. A gyurika épp annyi idős volt, mint most a kis laci. Istenem, könyörgök hozzád. Segíts meg bennünket. Könyörülj meg rajtunk. Adok a kis Szent száz forintot, halacikát megtalálják. Nem, kétszázat adok. Odaadom minden spórolt pénzemet. Én is, mondja Ancsúr. Nagymama ül a karosszékben, és rózsafüzért imádkozik. Időről időre hangosan felsír, vagy elégedetlenkedni kezd, szídja Ancsúrt. Ancsúr sír és levest melegít, de én nem eszem, ha bár már nem sírok. Lefektetnek. Ahogy a párnára hajtom a fejem, elalszom. Nem régen alhatok, amikor anyám harsány hangja felébreszt. Nevet, mesél, edényekkel csörömpöl. Fülelek, de a szobából nem merek kimenni, mert még nem jöttek felkelteni. Tulajdonképpen megszokott minden napi a konyhából felszűrődő zaj. Gondolkodnom kell egy ideig, hogy miért is olyan furcsa. Aztán eszembe jut a nyomasztó délelőtt. Lacika elveszése. De csak mintha álmodtam volna, mert hiszen akkor anyánk nem harsogna ilyen vidáman. Nagymama nem kontrázna jókedvűen neki. Még Ancsúr meghitt is hallani vélem. Álmodtam tehát az egészet. Milyen szerencse! És újra elalszom. Mikor felébresztenek, a másik ágyon Laci kaszuszog. Ancsúr felvesz, kivisz felöltöztet. Suttok hozzám, nehogy felébredjen az a szegény kisfiú. A konyhában ebédel vagy uzsonnázik apu anyánk ragyogó arccal nevetve mesél neki. Apu ölbe vesz. Álmos vagyok, nem nagyon értem, miről beszélnek, csak azt érzékelem, hogy mindenki örül, engem pedig hiába ölel magához és csókol meg, alig vesz észre apu. Anyánk történetét figyeli. Déli egy óra lehetett, amikor bejött a kapun. Fut elébe a jenő, közben kiabál nekem, hogy megjött a lacika, megjött! Fölkapja, érzi, egy de ez a kisfiú! Hozza két kézzel maga elé tartva, és mondja, hogy alig, hanem bekakilt. Lacika öntudatosan morog, hogy nem kakilt be. Átveszem, csókolom, mondom neki, hogyha bekakiltál is, az se baj, csak hogy megvagy. Hogy találtál haza? Segített valaki? De ő rugdalódzik, hogy tegyem le, tegyem le. Leteszem, akkor előre húzza a köténye zsebét, úgy mutatja, hogy tessék, itt van négy. Belenézek? És tényleg, a zsebében ott van egy jókora. Nagyon megbántódott, hogy kinevettük, hiszen még a kakiát is hazahozta. Valahol útközben kellett neki, hát elvégezte. Aztán szépen zsebre vágta a dolgot, mert az ilyesmit nem hagyja csak úgy ott maga után az ember. Lacika semmit sem mondott arról, hogy hol és merre járt, de szinte biztos, hogy egyedül mászkált, öt óra hosszat, amíg haza nem talált fejezi be a történetet anyánk. Édes jó Jézusom, mondja nagymama, tudtam, hogy nem hagysz el minket. Micsoda esze van ennek a kisfiúnak? Tartsa meg az Isten, egyedül hazatalált. Öt óra hosszat kóborolt egyedül egy négy éves kisfiú. Pedig mesélik, hogy még az iskolások is hányszor eltévednek. Soha sem járt egyedül arra felé. Mindig villamossal vagy busszal megyünk a templomba is. Nem, hát azért a templomba gyalog is szoktunk menni, de nem a kertészetből. Mégis hazatalált. Hát, ehhez tényleg az Úr Jézus kegyelme kellett. Meg is adom a Szent Antalkának, amit ígértem. Még sosem hagyott cserben. Lacika átaludta a délutánt, az estét, aludt reggelig. Másnap hiába kérdezgetem, semmit sem esél. Nem mondja el, merre járt, nyolctól egy óráig, étlen szomjan, egyedül, hol szállt le a villamosról, és aztán hogyan talált haza. Akárki kérdezi, mogorván hallgat. Nem reagál büszkén, dicsekedve a sok lelkendezésre, dicséretre. Szemlátomás zavarja az a tény, ami nagy nevetések közepette napokon át mindannyiszor szóba kerül valahányszor az elveszés, hogy hazahozta azt is, amit úgy látszik nem kellett volna. Valamit elhibázott. Apu Apu sötétkék vagy szürke vászon munkás nadrágot visel a kertészetben. Télen a rendes nadrágja fölé húzza, és hozzá vászon lembercseket vagy pulóvert vesz. Munkás pulóvert. Nyáron rövid ujjú, sokat mosott, világos ingeket hord, télen néha kockás flanelt is. Van sípulóvere, fekete, hosszában bordázott fehér ingnyakat hajt ki rá. A sínadrágja sötétkék gyapjú szövet, lefelé keskenyedő szárral, fekete gumipánt talpalóval, ami által a nadrág belefeszül a sícipőbe, és nem kerülhet alá a hó. Van motoros kabátja is, bokájáig érő, kockás gyapjúszövettel bélelt barna bőrkabát. Hozzá barna bőr haube, pilóta sapka, amilyet régen az autósok is viseltek. Ha apura ránéz valaki, aki ismeri, pontosan tudhatja, hogy hova készül, vagy hogy hol van és mivel foglalkozik. A munkás nadrág bő. Türelmesen belefűzi a nadrág szíját, mikor a másik nadrágjára fölhúzza. Amikor viszont leveti, a szíjat ismét visszafűzi a rendes nadrágjába. Apunál mindig lehet tudni, hogy miután mi következik. Sosem kapkod, sosem siet annyira, hogy a rendes megszokásaitól, attól, ahogy meggyőződése szerint a dolgokat intézni kell, eltérjen. Legfeljebb azt mondja, miközben a bakancsát húzza, lábát a hokedli keresztfájára, vagy a sámlira, vagy más magasabb tárgyra támasztva: Most ne beszélj annyit, kislányom, mert nagyon sietek, nem tudok rendesen odafigyelni. Inkább hozd ide a szemüvegemet, az asztalon hagytam. És a szemüveg tényleg ott van az asztalon, és mire odaviszem, apu már a táskáját készül beszíjazni. Tokiába teszi a szemüveget, aztán becsatolja a kisméretű barna aktatáska két csatját, miután bekattintotta az árját. Megtapogatja a nadrág zsebét. Apu nadrágjainak nagy és épp erős vásznakkal befoltozott zsebei vannak mindegyikben mindig ugyanazok a még találhatók. A jobb oldaliban a pénztárca és egy kerek acéldobozka. Ebben van az acél mérőszalag, amit ha valaki a kilógó kis nyelvénél fogva kihúz, aztán elenged, az magától visszabújik a helyére. Az egész doboz akkora, hogy még az én markomban is elfér. A homorú, csillogó fémszalagon a rovátkák, amelyek segítségével mérni lehet – rozsdásodni kezdtek. Egyik másik már nem is feketének, de rozsdavöröses feketének látszik. Az acélszalag fényét sötét pöttyök homályosítják. Sokat használja apu, szinte állandóan. A kert tervezéshez, a kerti utak, ágyások kitűzéséhez, ól vagy fészerépítéséhez. Mindig mindent meg kell mérnie szeretem elkérni tőle a dobozkát. Csiga házra emlékeztet. Arra gondolok, hogy a csiga is úgy tekereghet a házában, ahogy a mérőszalag fel van tekercselve. Nem lehet túl kényelmes neki. A bal nadrág zsebében a zsebkendőjét tartja. Ha nincs rajta öltöny kabát vagy nagy kabát. Ha van, akkor a kabát bal belső zsebében. A zsebkendője mindig össze van hajtogatva, és tisztának látszik. Szétnyitja a két tenyerébe, mikor használni akarja. Így az orrát, arcát betakarja, és nem látszik nevetségesnek, ahogy más, akinek orfúvás közben felfúvódik a képe, vagy aki óvatlanul beleturkál a zsebkendővel az orrába, vagy jobbra-balra facsarja, miközben törli. Aztán ismét egész keskenyre összehajtogatja a zsebkendőjét, és úgy teszi vissza a zsebébe. Ezáltal biztosan nem nedvesedik át a külsejéig, és nem lesz undorító hozzányúlni a legközelebb. Apuhoz tartozik még komolysági sorrendben egy 500-as motor, egy 250-es, egy háborús személykocsi roncsból ismerős szerelő segítségével házilag készített kis teherautó és egy fekete vázas férfi bicikli. Azután még két pár kitűnő síléc, egy futó és egy lesikló, egy csomó szerelékkel és egy műhely, amely nem a kertészethez, hanem a lakásunkhoz csatlakozik, és amelyben a motorok és biciklik állnak, anyánké is. Meg egy stabil, olajfoltos satupad, a fiókjaiban gondosan elrendezett szerszámokkal. A falakon körben permetezőgépek és mindenféle egyéb szerkezetek tartozékai, kerti szerszámok, fűrészek, reszelők, fonott, kétfülű, kerekkosarak és valamennyi járműhöz a szükséges pótkerekek. Az egyik polc szélére akasztva tiszta és olajos rongyok lógnak, amelyekkel apu rendszeresen, még munka közben is megtörli a kezét. A ruhája, a keze mindig tiszta és jószagú. Ahogy valamit bepiszkol, munka végeztével azonnal leveszi és odaadja kimosni. Ekkoriban még nem működik a patyolat, nincsenek mosógépek, sem szintetikus mosószerek. Ancsúr és anyánk, eleinte még nagymama is, fateknőben mosószappannal és mosókefével mossa a ruhákat a mosókonyha lúgos gőzében verejtékezve aztán pedig a sarokban álló részkatlan mosóüstjében hosszasan főzik őket. Talán ezért olyan bolyhosak, puhák a munkás ingek, nadrágok vagy a vászon törülközők. A lepedők, ágynemük, ünneplős ingek nem, mert azokat ki is keményítik. Apátok bezzeg rendesen odaadja a ruháit, amikor még ki lehet mosni őket, nem úgy, mint ti, hogy ami rólatok a szennyesbe kerül, azt akár ki is dobhatná az ember, nem lesz tiszta soha többé. Hát egy ilyen rendszerető, precíz embernek hogy lehetnek ilyen hanyag gyerekei? Korhol minket nagymama és ancsúr, akik apu gondosságát igen nagyra értékelik. De ha le akarnánk vetni napközben a bepiszkolódott ruháinkat, hogy tisztában folytassuk a játékot, akkor azt mondanák, hát még mit nem, miért nem tudtok jobban vigyázni? Amit reggel felvesztek, délre már olyan fekete, mint a felmosó rongy. Rátok éjjel-nappal csak moshatna az ember. Hiába nem lehet mindenki olyan, mint apu. Édesapám kismotorja. Az 1940-es évek második felében és az 50-es években voltam gyerek. Lehettem volna már a 40-es évek elején is, ha nem lett volna akkor háború erre felé. A háborúban nincs gyerek és felnőtt. Mindenki egyforma közel kerül a pusztuláshoz. Az én háború után elkezdődött gyerekkoromban, édesapámnak volt egy kismotorja. Valami balsors verte jószág, amit ő maga szerelt meg annyira, hogy ismét motornak lett nevezhető. Ez volt az első jármű, ami megindult velem. Hogy a front idején toltak-e, húztak-e a szüleim batyukkal megrakott babakocsi tetején, vagy háborús kétkerekű szekéren, amikor bomba találat érte a házunkat és menekülnünk kellett, másfél-két éves voltam, nem tudom. Biciklizni biztos, hogy később kezdtem. A villamos, az autóbusz, a vonat pedig egészen más. Azok akkor is mennek, ha én nem ülök rajtuk. Szóval a nagy élmény a motorozás. Édesapám egyetlen rúgással beindította a motort. Felült rá, megtúráztatta egy kicsit, aztán a motorberregés miatt kiabálva, de mosolygós arccal odafordult hozzám, aki kíváncsian és ilyetten édesanyám kezét fogva álltam a járda szélén. Alig múltam öt éves. – Na, pattan nyerekbe! Édesanyám föltett a motorra. A lábam nem ért le a lábtartóra, de én, amennyire tudtam, átöleltem édesapám derekát. Ietten és boldogan ültem az éles hangon berregő motoron anyánk a motorberregése miatt kicsit kiabálva búcsúztatott. Aztán kapaszkodj, mert ha elindultok, a motor megzötyögtet. Már most is zötyögtet, rebegtem. Annyira szorítasz, hogy nem kapok levegőt, nevetett apu. Laci bátyám kiabálva kajánkodott. Úgyis is leesik, ahogy elindul a motor. Nem esem le, fogatkoztam suttogva. Anyánk megrángatta Lacit. Ne mondj ilyet, mert még tényleg leesik. Apa hátrahajtotta a fejét. Na, kislányom, akkor indulhatunk? Igen. Be van rezelve, biztos leesik, kiabálta apám fülébe Lacika. Ne kiabálj, nem vagyok süket. Indulhatunk? kérdezte apa újból. Indulhattok, kislányom? Anyánk legszívesebben lekapott volna a motorról. Igen, suttogtam. Na, akkor kapaszkodj, a motor elindult, én apám hátához bújva reszkedtem. Szédültem is, meg is voltam rendülve. Erre nem számítottam. Mozgott alattunk a föld. Apu nagyon lassan ment, szinte lépésben haladt. Engem mégis rosszul létfogott el, mikor oldalt pislogva láttam, hogy mellettünk a házak, a kerítések, a kertek és az emberek visszafelé szaladnak. Minden, de minden szalad hátrafelé. Akkor már napok óta szekíroztam aput, pontosabban azóta, hogy a bátyámat először megmotoroztatta. Hát most teljesült a kívánságom. Mire a kertészetbe értünk, már nem hittem, hogy valaha is vége lesz ennek a szenvedésnek. Annyira szédültem, olyan rosszul voltam, olyan görcsösen öleltem át aput, hogy megállás után le sem tudott szállni a motorról, mert magával rántott volna engem is. Nem hallgattam a szavára. Reszketve ültem az ülésen egészen addig, amíg rá nem ébredtem, hogy már megálltunk. Csak ekkor engedett a szorításom. Apám letett a földre. Dülöngértem, mint egy tengerész, vagy mint aki túl sokat ivott. Lekuporodtam, és úgy pislogtam rá fölfelé. Apám egy lábmozdulattal lehajtotta a fémlábakat, és egy gyors emeléssel felállította a kis motort. Aztán felkapott, megölelt, megpuszílt. Mi van, brekkancs? Motoroztál? Mikor elmúlt a szédülés, a szokatlan élmény okozta rosszul lét, akkora büszkeség fogott el, mintha hős tettet hajtottam volna végre. Ettől kezdve, ha csak ki tudtam rimánkodni aputól, motorosztam. Eleinte nagy izgalommal, tele félelemmel, Később azonban megfeledkeztem a szorongásról, a rosszul létekről, és igazi motorossá szemtelenettem. Édesapám nagymotorja. Nem sokkal első kismotoros kalandjaim után lett egy nagymotorunk is. Hozzán került Aladár bácsi motorja, egy 500 köpcentis igazi nagyágyú. Aladár bácsi Laci bátyám keresztapja, apu legjobb barátja volt. Egy este beduhogott hozzánk, ámulatot keltő, remek motorján, és vacsora után úgy ment el, hogy a gépet a hátsó udvarunkon hagyta. Ott találtuk, amikor reggel kimentünk játszani. Vigyázzatok fel, ne döntsétek, szólt ránk apu. Nálunk aludt Aladár bácsi? Miért aludt volna? Itt hagyta a motorját? Látod, itt. Nálunk felejtette a motorját, ámult el Laci. Nálunk? Igen, mondta elgondolkodva apu. És nem jött vissza érte? Hát, nem, nem jött. Egyelőre nem jött. Itt fogja nálunk tartani. Rá is ülhetünk? Igen, megvesszük tőle. Nem akartuk elhinni. A milyen lesz a híres versenymotor. Mikor? Talán egy hónap múlva. De az is lehet, hogy visszajön és elviszi. Egyelőre csak megőrizzük neki. Mert el akarja lopni valaki? Fogtam gyanút. Igen. El akarja valaki lopni, hagyta rám apu. Indult befelé. De a mi kíváncsiságunkat nehéz volt kielégíteni. És ki akarja ellopni? Csimpaszkodtam a karjába. A tolvaj nem szokta megmondani a nevét. De honnan lehet tudni, hogy el akarnak lopni valamit? Laci nem csak kíváncsi, de alapos is volt. Mondjuk, látott valakit ólálkodni arra, valaki esetleg kerülgette a házukat, vagy a motort. Vagy ilyesmi, mondta Apu. Aladár bácsi egyszer csak észrevette, hogy valaki kerülgeti a motorját, és elhozta hozzánk, mert itt a kapu be van zárva? kérdeztem. Mondjuk, igen, hagyta rám apu, és belépett a teraszra nyíló üvegajtón a nagy szobába a nagy halba, ahogy mondani szoktuk. – És akkor hogy lesz később a miénk? – értetlenkedtem. – Nem biztos, hogy a miénk lesz. Majd kiderül. – türelmetlen volt, szabadulni akart a kérdéseinktől. Aztán mégis megállt, megvárt minket, és komoly arccal hangsúlyosan mondta. Egyelőre ne beszéljetek róla senkinek, értitek? senkinek sem meséljétek el, hogy itt van nálunk Aladár bácsi motorja. Jó? A nagymamának se? kötekedett Laci. Ne bosszants! Nagymama épp úgy tudja, mint te vagy én. Ő a mi nagymamánk. Csak az idegeneknek ne beszéljünk róla. Kik az idegenek? értetlenkedtem. Beának azért elmondhatom? Nem, Beának se, Klárinak se, Schmidt néninek se, Smit bácsinak? Ezt Laci kérdezte. Apu türelme most végtelennek bizonyult. Neki se, aki nem a mi házunkban lakik, az idegen. Világos? De be a barátnőm. Akkor se. Nagy baj lesz belőle, ha bárki megtudja. Kinek lesz nagy baja? A motornak? Mégis ellopják? A motornak is. Például ellopják, vagy elviszik. Ide jönnek a rendőrök, és elviszik. A rendőrök? kérdezte meglepődötten Laci. Igen, az ávosok még minket is elvisznek. Minket? Az aladár bácsi motorjával együtt? Együtt vagy külön, nem mindegy. És ha nem mondjuk el, akkor nem visznek el? Akkor nem tudják, hogy hol keressék. A motort? A motort is, meg aladár bácsiékat is. A tolvajok keresik a motort. Szólnak a rendőröknek, hogy nem találják, és ezért nem tudják ellopni. Erre a rendőrök megkeresik, nyelveltem. Persze, majd a rendőrök keresik meg a motort, hogy a tolvajok el tudják lopni. Inkább a tolvajokat keresik meg a rendőrök, amiért el akarják lopni az aladár bácsi motorját, kötekedett Lacika. Úgy, apu, hogy nem így van? Te mondtad az előbb, a rendőrök keresik az Aladár bácsit, mert eldugta a motorját a tolvajok elől. Ugye, apu, hogy ezt mondtad? Apu ez alatt átment a hallon, az előszobán, és belépett az irodába. Ez az előszobából nyíló kis szoba, amelyben apu redőnyös íróasztalán és a hozzátartozó széken kívül csupán egy szürkére festett cselétszekrény és egy porcelán mosdókagyló volt. Ez a szoba volt régebben Ancsúr szobája. Nagymamáék nevelt lányáé, aki anyánkat húgának nevezte, de akit anyánk csak a rendőrök vagy egyéb hivatalos személyek előtt mondott nővérének. Be, nem is ismeri a tolvajokat, nyafogtam apunak, akkor miért nem lehet elmondani neki? De a rendőröket ismeri, tudod jól, hogy az apukája rendőr. Nem kell tudni az aladárbácsi motorjáról sem a rendőröknek, sem a tolvajoknak. Majd, ha esetleg a miénk lesz, akkor úgy is megtudják. De addig hallgassunk, jó? Megígéritek? Megígértük. Aztán segítettünk apunak. Együtt kirámoltuk a fészert. A motort a legmélyére bújtattuk. Majd olyan magasra tornyoztuk fel a ládákat, létrákat, dobozokat, hogy ki se látszon mögülük mi pedig hallgattunk. Sem a rendőrök, sem a tolvajok nem tudták meg, hová lett Aladár bácsi motorja. Jócskán eltelt az idő, amikor egy este megszólalt a telefon. Apu egyik barátja újságolta, hogy Aladár bácsi titkos úton elhagyta az országot. Kérdezte aput, hogy tudott-e róla. Tudtam ugyan, hogy a nővére Norvégiában él, és meghívta látogatóba, de hogy titokban és véglegesen el akarná hagyni az országot, azt nem tudtam, mondta apu a telefonba. Aladár bácsi disszidált, ahogy akkoriban mondták, ha valaki végleg külföldre szökött. Ez nagy bűnnek számított. Egyfolytában szitta őt a rádió, amiért cserben hagyta a népi demokráciát. Pont ő a sokszoros vitorlázó bajnok, autóversenyző és motoros, az ország egyik legnagyobb büszkesége. Így lett családunk egyik legnagyobb büszkesége, Aladár bácsi nagy motorja. A kidöntött kerítés November közepe lehetett, Laci bátyámmal a kertészetben játszottunk. Hideg, napsütés nélküli délelőtt volt. Apu már kora reggel dolgozni ment egy soron lévő kertbe vagy gyümölcsösbe, parkírozni, felmérni, metszeni, mikor mit kellett. Anyánk otthon takarított, főzött. Csak Szabó Jenő, azaz Jenci, Apus segédje volt velünk. A komposztot talicskázta épp a kertészet végében, amikor egy nagy teherautó állt meg a kapunknál, és három idegen férfi szállt le róla. A kertészet kapuja a Júlia utca és a Szilágyi Erzsébet fasor sarkán volt. Mellette két felől két nagy tábla függött a kerítésen. A Júlia utcai oldalon gyönyörű nagybetűkkel Apu neve volt olvasható: Lovas Ferenc Kertész, Kertépítő, alatta a címünk és a telefonszámunk. A szilágyi erzsébet fasori táblán pedig ez állt: A tekeres puszta is cég faiskolai lerakata. Ezek a feliratok díszítették apu levélpapírjait és a kertészet bélyegzőit is. Szokásom szerint a kavicsokat válogattam a sóderdombon, Laci Katalán csúzlinak való ágat keresett a kerítésmenti bokrokon, amikor nyílt a kapu. A teherautóval érkezett három fiatalember jött be. Körülnéztek, észrevettek minket, gyerekeket, de nem szóltak semmit. Gyors léptekkel az iroda felé vették útjukat. Csak akkor jöttek vissza, és szólítottak meg minket, amikor ott senkit sem találtak. A tulajdonost keresték. Nincs nyitva az iroda. Mi az? Nincs itt senki? Nincs, szepegtem. Csak a Jenci. Lovas Ferenc, ismeritek? A kezében tartott papírról olvasta fel apu nevét. Hallgattunk. Ha nincs itt, hát nincs itt. Mindegy. Aláírhatja a végzést később is. A harmadik fiatalember az iroda mellett állt, és továbbra is halló-hallót kiáltott. Az ólak felől a kecskék mekegése volt rá a válasz. Talán nyugtalanította őket a kiabálás. – A kecskék itt hon vannak? – mondta, ahogy hozzánk visszajött. De mintha ez is baj lett volna. – Elvégre senkire sincs szükségünk. Lássunk munkához – mondta a fiatalember. – Kimérjük a telket. Tavasszal nagy építkezés kezdődik itt. – Itt? kérdeztük szinte egyszerre, de olyan csendesen, hogy alig lehetett hallani. A férfi azonban kezében a papírral meghallotta, és nagy hangon felelt. – Itt bizony, nagy építkezés, tizenkét nagy ház épül ide. – Apu nem mondta, dacoltam vele. – Mert még nem tudja, lesz meglepetés, ha hazajön. Mindhárman jót nevettek. Ekkora ért oda Jenci, kicsit kapkodta a levegőt, de maga biztosan, készségesen köszöntötte az idegeneket. – Maga kicsoda? – fölmet rá válasz helyett a legbeszédesebb. Jenci még mindig gyanútlanul, derűsen nyújtotta felé a kezét. – Szabó Jenő vagyok, kertész, itt dolgozom. – Nálunk nem szerepel a neve. – Azért aláírhatja – zörgött a papírjaival, és úgy csinált, mint aki nem vette észre a feléje nyújtott kezet. Jenci ekkor kezdte gyanítani, hogy ezekkel a vendégekkel nem stimmel valami. – Itt van, el a végzést, aztán itt, a papír alján, írja alá! – Miféle végzés ez? – Nem tud olvasni? – Tudok, de ez a lovas úrnak szól. – Attól még elolvashatja, és tudomásul vételül aláírhatja. Én ezt nem írhatom alá. Én semmit sem írhatok alá. Alkalmazott vagyok. Már nem soká. Barátkozóan mégis valami furcsa fensőbbséggel verte hátból a férfi. Itt hagyhatja végre a vén kapitalistát. Elhelyezkedhet egy becsületes állásban. Nekem jó helyen van itt, hál' Istennek. Maga vidéki? Vas megyei vagyok, felelte büszkén Jenő. Hallani a beszédjén? Nem baj, elmúlik. Fölényesen nevettek. De elég a dumából, lássunk munkához, akár aláírja, akár nem. Majd, ha megjön a gazdája, aláírja. Lajos, hozd a szerszámokat, egy óra alatt végzünk. Maga is segíthet el végre maga egy rendes, belós gyerek, vetette oda Jencinek. És mit kellene segítenem? Mit akarnak itt csinálni az urak? Urak? Tanulja meg, már nincsenek urak, csak eltársak vannak. Jánci kényszeredetten nevetett. És milyen munkáról lenne szó? A lovas úr nem említette. Nem baj. De a nagyságos asszony haza van. Várjanak, áthívom. Gyerekek, gyertek, megyünk édesanyához. Hogy megvannak vannak ijedve. Na, nem kell félni, gyertek! megfogta a kezünket, és már indult is a kapu felé. Mi szinte kifordultunk a kezéből, nem tudtuk levenni a szemünket az idegen férfiakról. Legyenek szívesek, legalább addig várjanak, míg a lovasné nagyságos asszonyt idehívom, kérte Jenci. A nagyságos asszonyt? Maga a nagyságos asszony cselédje? Hogy lennék cseléd? állt meg önérzetesen Jenci. Végig simított, hátrafésült szőkehaján. Kertész vagyok de amit maguk akarnak, az mégiscsak a főnökre meg a feleségére tartozik. Na gyertek, gyerekek, gyorsan, megyünk anyuért! A férfi ingerültem vonta meg a vállát. Hátat fordított nekünk, és parancsoló hangon szólt a társaihoz. Mehet, ahova akar, nincs rá szükségünk. Ez Lovas Ferenc kertészete, Júlia utca kettő, igaz? Akkor minek okoskodni? Itt egy fél éven belül emeletes házak fognak állni. Kimérjük a telket. Jenci elengedte a kezünket, néhány lépést tett visszafelé. Ezt? Kimérik? A férfi is megfordult, és felénk jött. Beszéde közben elhaladt mellettünk, és odalépett a kerítéshez. Ki bizony? Ez nem vita kérdés. Ide nézzen! Ilyet még úgysem láttak a gyerekek! Belerúgott a kapu félfába, de az erősen állt kézzel is meglökte, aztán, hogy az ellenállását érezte, rákiáltott a társaira. – Na lássuk, gyertek, rúgjuk ki ezt a nyavajás kerítést! Áltunk, és néztük, ahogy a három férfi kidönti a kertészet vacsós kabozóttal befutott kerítését. Aztán Jenci elhúzott minket onnan. Szinte futva érkeztünk meg nagyanyánk három utcával arrébb álló házába. Sebesen vert a szívem, sebesen forogtak a fejemben a gondolatok. Akármilyen apró voltam, tudtam, hogy végzetes dolog történt. Olyasmi, aminek nem lett volna szabad megtörténnie. A Júlia utcai óriás. A kertészetet két nap alatt el kellett költöztetni. A bérelt telket kisajátította az állam. Még szerencse, hogy az utca másik oldalán volt egy kisebb kertünk, ahol eddig a hajtató ágyások sorakoztak. Édesapám még kiásták a facsemetéket, lebontották az irodát, a szerszámos színeket, fészereket, ólakat. Sándor bácsi, a tekeres pusztai faiskola tulajdonosa is segített a költözködésben. Mindig elegáns, fekete öltönyt viselt, fekete mellénnyel és kigombolt nyakú fehér inggel. Vörös arca, dús őszhaja, világítóan kék szeme volt. Tudtuk, hogy nagyon erős, mert gyakran évődött velünk gyerekekkel. Jól megszorította a kezünket, és nem akarta elengedni. Vagy megcsípte két oldalt az arcunkat, de úgy, hogy utána még sokáig sajgott. Most felakasztotta az akkóját egy fára, és fehéringes mellényes hátával neki támaszkodott a már lebontott tetejű faház egyik oldalának. Előredőlt, két felől erősen megmarkolta, és a hátára emelte a falat. Mint egy óriás, verítékezve, de megállás nélkül vitte át a náddal, vakolat darabkákkal borított deszkamonstrumot a túlsó kertbe. Ott letette. Felgyűrt újú mezítelen alsókarjával karjával megtörölte a homlokát, és büszkén végignézett rajtunk ámultozó gyermek népségen. Indult vissza a következő cipelni valóért. Apu és Jenci is hurcolkodott, két végén megfogva egy-egy nagyobb deszkaidomot. Az se lehetett könnyű, de ahogy Sándor bácsi óriásként a hátán cipelte a kertészetet, azt egy könnyen nem lehetett elfelejteni. Anyánk kiadós ebédet főzött a nehéz munkát végzőknek. Apu átengedte az asztalfőt Sándor bácsinak, aki étkezés végeztével, szigorú arccal, elgondolkodva könyökölt a tányérja fölött. Falatokra tördelve eszegette a megmaradt kenyeret. Apu sem volt beszédes kedvében, de végül is ő törte meg a csendet. Hát, becsukjuk a boltot. Holnap kocsival eljövünk a facsemetékért, mondta Sándor bácsi. Elvisszük érdre a maradékot. Tavasszal elhordják majd a helybeliek. Mindennek vége, Hajtotta le a fejét apu. Szegény anyám alig kap nyugdíjat, hat főt kell Ferinek eltartania, sóhajtozott anyánk. Sándor bácsi legyintett, mindenkit államosítottak. Az ő híres fa nevelő iskolájában egy volt szabó segéd lett az igazgató. Még annak is örülni kell, ha nem zárnak börtönbe minket, mondta. El kell mennem, akár segédmunkásnak is hat háborús esztendő, másfél év hadifogság. Apu nagyon halkan, szinte csak magának beszélt. Már úgy tűnt, hogy egyenesbe jövünk, és most kezdhetek megint mindent legelőről. Én már öreg vagyok, mondta most Sándor bácsi. Nyugdíjat nem kap a maszek. még jó, ha ki nem telepítenek. Tehát csúkjanak le, deportáljanak, küldjenek Szibériába! Mi jöhet még? Rossz érzéssel hallgattam a felnőttek elkeseredését. Úgy éreztem, mintha minden szavuk minket vádolna, mintha mi tehetnénk mindenről. Ott voltunk, mégsem tudtuk megakadályozni, hogy összene döntsék a kertészetet. A vízbe dobott üvegcserép Apu végül is kapott munkát, méghozzá szakmájában. Egy kertészeti szakiskola gyakorlatvezetője lett. A keresete persze nagyon kevés volt. Ha hazajött az iskolából, megebédelt, átöltözött, és rendszerint indult is tovább. Budai gyümölcsösökben, kertekben metszett, permetezett vagy ültetett kevés pénzért, hiszen pénze akkoriban senkinek se volt. És csak a megbízható régi kuncsaftoknál dolgozhatott, ahol nem kellett attól félnie, hogy a maszekolás miatt följelentik. Az ilyesmi akkoriban nagy bűnnek számított. Hétközben iskolába jártunk, de hétvégén, szombat délutánonként gyakran vitt magával minket is. Mindig csak egyikünket, hiszen a motoron csak egy utasnak volt helye. Egy alkalommal valahol a Sashegy déli lejtőjén, egy nagy barackos kertben dolgoztunk. Az apu által lemetszett gajjakat én raktam kazalba a fasorok közt. – Te is szoktál segíteni az édesapádnak? – faggattam. Mindig motoszkált bennem a kíváncsiság, hiszen nem ismertem a szüleit. Apai nagyszüleim rég meghaltak. – Édesapámnak? – kérdezett vissza elgondolkodva apám. – Szoktam. És mit? Te is mecceni jártál vele? Én? Olyan sokára folytatta, mintha a válaszért vissza kellett volna mennie a múlt időbe. Horgászni jártunk. Én cipeltem a vizes vödröt, amiben a zsákmány volt. Neked is volt horgászbotod? Az nem volt. A Apámnak is csak merítőhálója, meg egy egyszerű, maga fabrikálta mogyoróbotja volt. De akkoriban még annyi hal volt a rákos patak nádasaiban, hogy kosárral is ki lehetett fogni őket. Kicsi koromtól mindig én cipeltem haza a zsákmányt. Még fel se bírtam emelni, még csak vonszolni tudtam, de már vinni akartam. És megengedte? Meg. Ha nagy volt a zsákmány, ő is segített. Együtt cipekedtünk. Megint elgondolkodott. Aztán hirtelen felélénkült. Egyik nyáron nagyon megvágtam a lábam a nádas széliben. Valaki behajított egy üveget a vízbe, és én beleléptem. Ömlött a vér a talpamból. Édesapám kivitt a partra, aztán visszament, és kiemelte az iszabból a törött szájú üveget. Hazavittük, nehogy más is belelépjen, milyen ember az, aki belehajít a vízbe egy ilyen éles üveget, és nem jut az eszébe, hogy valaki esetleg belelép, és csúnyán elvágja a lábát? Hajtogatta. Levetette az ingét, az ujjával elszorította az eremet, hogy elálljon a vérzés. A nyakában vitt haza. Apai nagyapám korán árván hagyta a családot. Ez az egyetlen mondata maradt rám örökbe. Úgy is mondhatnám, egy ilyen fontos mondatot örököltem tőle. Milyen ember az, aki belehajít egy törött üveget a vízbe, és nem gondol arra, hogy valaki esetleg belelép, és csúnyán elvágja a lábát? Édesapánk halála után. Ebbe a mondatba nehéz volt belegondolni tudtam, hogy korán elvesztette apám a szüleit, de minden porcikám tiltakozott az ellen, hogy elképzeljem, hogy felfogjam, mit is jelent ez. Nagyon szerettem például anyámnak a befőzésnél segíteni. Mikor paradicsomot tettünk el télire, én mostam az üvegeket. Mindig megdicsért, hogy szép tisztára mostam. Volt szivacsod és mosó szered? Volt hosszú szárú üvegmosód? Egyik se volt. Akkoriban egész másként, de nagyon ügyesen szokták mosni az üveget. Minden vegyszer nélkül, üvegmosó söréttel. Tudod mi az? Mivel? Sörénnyel? Sörénnyel, söréttel te szamár. Apró acél vagy ólom a sörét. Olyan, amilyet a puskákban használnak. A vadászok is avval lövik az apró vadat, nyulat, vadkacsát, fácánt. Emlékszem, mennyit szedtünk ki a vad nyúlból, amit havasítatta hozott? Emlékeztem, hisz még a mártásban is találtam sörétet. Ráharaptam, kifordult miatta a már éppen kihulni készülő tejfogam. Havasítatta sok esztendőn át kubikolt apánk keze alá. Magas, kormos fehér szakállú, nyáron is kucsmát viselő öreg volt a nógrádi dombok közül, aki még az ötvenes években is vödörben hordta konyhánkra az erdei gyümölcsöt, a szedret, a málnát. De hozott vastag tarisznyájában a vadászoktól, vagy talán orvadászoktól, szürke-fehér-girizdes tapsifülest is. Máskor apróvirágú erdei törzseket szedett, amit aztán anyám hajtatott ki és cserepezett be. És minek kellett az üvegmusáshoz sörét? Hát, nem lövöldözni, annyi szent! Nevetett apu. Úgy vigyáztunk a befőttes üvegekre, mint a szemünk fényére. Akkoriban még nagy értéknek számított. Különösen az olyan szegény családnál, mint a miénk volt. Szóval, lehoztuk a padlásról az üvegeket polosan, koszosan a hosszú téli áldogálás után. Én sorba raktam őket a konyhafal mellett, és mindegyik betöltöttem egy kevés vizet. Vártam egy kicsit, hogy föllazuljon a piszok, majd egymás után mindegyikbe beletöltöttem egy kis marék sörétet, és addig forgattam benne, amíg tisztára nem dörzsölte az üvegfalát. Ilyen egyszerű volt az egész. Akkor édesanyám kiforrázta az üvegeket, utána pedig megtöltötte a forró paradicsomlével. Pergamennel bekötötte a szájukat, rongyokba bugyolálta, és bedugta őket a ruhás kosárba. Vasalópokról párnákat tett rájuk, hogy jó sokáig tartsák a meleget. Így szépen kidunztolódtak, nem penészettek meg a télen. – És a testvéreid? Ők nem csináltak semmit? – Dehogy nem, csak úgy úszott a konyha. Ők mosták a paradicsomot a nagy ha jókáztak, játszadoztak vele. A végén nem akarták engedni édesanyánknak, hogy lábosba tegye és megfőzze őket. A tűzrakás is, de még a favágás is az én dolgom volt. A háború alatt kisdiákként a népligeti kertészetben kellett apunak dolgoznia. Onnan hordta haza a tűzre valót, a gajat, a gyújtóst, minden nap. Néha egy-egy vastagabb ágat. Nagy gond volt akkoriban még a tűzifa beszerzése is. A háborúban halt meg az apukád? Szegény apám nem érte meg a háborút. Ágyban feküdt sokáig. Aztán egy öreg kertész bácsi vett maga mellé. Nála tanultam ki a szakmát. Ő mondta mindig, amikor szomorúnak látott. Ne búlsúj, fiam, fiatal vagy. Te még kincset is találhatsz. Kincset? Ott? A ligetben? csillant fel a szemem. Ott nem igen? Valahol. Valamikor. És igaza lett? Találtál? Apu nem válaszolt mindjárt. Rám nézett, gondolkodott. Mintha elszomorítottam volna ezzel a kérdéssel. De aztán újra kivilágosodott a homloka, mosolygott, magához húzott, felemelt és feldobott a levegőbe. Hát, hogy ne találtam volna, hiszen itt vagy például te. Hát nem vagytok ti elég kincs nekem. És honnan tudta az öreg kertész bácsi, hogy meg fogsz találni minket? Kérdeztem tőle öntelten, amikor letett. Legyintett, mintha erre a buta kérdésre annyi válasz lenne, hogy úgy kell elhessegetnie magától a nagyját. Alig, hanem a jövőbe látott, mondta aztán. Az öregek néha jobban ismerik a jövőt, mint a legnagyobb tudósok. Az elromlott motor A külső Bécsi úton brummogunk hazafelé, a család féltett büszkeségén, az 500 köpcentis motoron. Apu sokat megélt barna bőrkabátjában, ami csak nem a bokájáig ér, gumis, csatos, bonyolult motoros szemüvegben és sapkában a barna bőrhaubéban, ami védi a fejét a széltől, és ami apu edzett erős sportember mi voltához olyan jól illik. Én őszi nagykabátban vagyok, a fejemen kendő, rajtam is szemüveg, de ez valójában csak egy megviselt plexi napszemüveg. Meg sem közelítem apu öltözékét, amúgy is csak utas vagyok. Az orosz laktanya előtti sorompónál apu rossz hangokat hall a motorból, ami aztán rángatni kezd. Apu fékez és megáll. Az egészet szinte csak akkor veszem komolyan, amikor szól, hogy szálljak le, mert meg kell néznie, mi van ezzel a géppel. Eddig nagyon elfoglalt a fáradtság, meg hogy az arcom ég, egész nap fújta a szél, mégsem borulhatok apu bőrkabátos széles hátára, hanem egyenes derékkal kell ülnöm mögötte, lábamat a láptartóra feszítve, a derekába kapaszkodva. Ha egy kicsit is elernyed a fogásom, vagy mégis neki időlök a kényelemmel, elbújással kecsegtető bőrkabátnak, apu hátrafordítja a fejét, és a profiljáról leolvashatom, ha a motordohogástól nem is hallom rendesen, nem szabad elaludni, mert abból nagy baj lehet. Tudom én is, de már szürkül, és az egész napi szabad levegőn tartózkodás zsong a fejemben és zsibbattá tesz. Itt állok most a külső Bécsi út szürke, kavicsos, poros szélén, dermetten és fáradtan nézem, hogy apu lábra állítja a motort, vizsgálni kezdi a gyertyákat. A szerszámos dobozt kinyitja, kihengeríti a gyertyakészletet, benne kulcsok, feszítők. A forró gyertyákat kicsavarja a motorból, rongyal fogja meg őket, megköpködi az ujjait, mert megégették, aztán egyiket a másik után megnézi, smirglit vesz elő, közben magában dörmög. Újra nézegeti a gyertyákat, de egyre sötétebb van. Kezembe adja a zseblámpát, amit a hátizsákjában tart. Világítok neki a szerel. Próbálja beindítani a motort, de az most sem akarja az igazságot. Ismét kiszereli a gyertyákat, elővesz két tartalékgyertyát, azokat is nézegeti, drótkefézi, smirklizi. Azok sem újak, csak felújítottak. Halkan szidja a világot, amiért nem kaphatók a motorhoz gyertyák. Aztán beszereli a két tartalékot, ismét indítani próbálja a motort, de az ismét nem indul. Ekkor már igazi sötét este van, mert minden visszaszereléskor összecsavarja a gyertyakészletet, visszazárja a szerszámos dobozt. Állok tehát az út szélén, a motor és az előtte térdelő apu mellett. Teszem, amire megkér, de szinte állva alszom. Egyetlen szó, egyetlen kérdés sem telik tőlem, annyira tompa vagyok. Pedig erősen motoszkál bennem a türelmetlenség, hogy menjünk már, minek pisz ennyit, az úgy sem történhet meg, hogy ez a gyönyörű motor elromoljék. De megtörténik. Ki tudja, hányadik gyertyacsere forduló benzinvezeték ellenőrzés, benzincsapelzárás, benzincsap kinyitás fedéllecsavarás, méricskél és visszasavarás után sem válnak bereményeink. A motor szégyen szemre nem indul. Apu időközben kioldotta a haube szíját, levette a sapkáját, a szél megfújta izzat kopaszodó, szép kerek fejét akkor visszatette a sapkáját, kibontotta a sájja csomóját, meglazította a bőrkabátja övét, felé csapva a kabátszárnyakat leguggolt, aztán fölállt, lábával becsattintotta a motorlábát, próbálta berúgni a motort. Újra visszaállította, és kezdett mindent előről. De minden hiába volt. Állunk most már mindketten az út szélén. Apu a zseblámpával megnézi a karóráját, megvakarja a fejét. Fél tíz elmúlt. Mit csináljunk? Innen hazatolni a motort, hajnalra, ha hazaérnénk. De itt sem hagyhatjuk. Sokáig töpreng magában, morog is, de nem szidja a gépet, inkább a körülményeket, hogy nincs egy normális műhely, meg hogy már minden toldva-foldva van, mert nem kapni hozzá alkatrészeket, Ebben a nyomorult világban nem kapni semmit. Aztán felveszi a hátizsákját, megfogja a motor két szarvát, és elindulunk a város felé. Átballagunk a sorompón, megállunk egy villanylámpa alatt. Apu tartja a motort, jobbra-barra néz, aztán egyre hosszabban figyeli a velünk átellenben lévő, vadszőlő befutott a családi házat. Végül kimondja, amit már én is sejtek, Legjobb lenne egy rendes ház udvarában hagyni a motort reggelig, amikor majd a szerelővel együtt eljönnek érte. De melyik legyen az a rendes ház? A velünk szemközti az egyetlen rendes, kerítésű, leeresztett redőnyű családi ház a közelben. Mégsem tolja elé a motort, hanem a mi oldalunkon állítja le. Mondja, hogy maradjak itt a motor mellett, amíg ő becsönget átmegy az üres úttesten. Jól látni a redőny résein át, hogy kialszik a két utcai ablak mögött a villany. Inkább csak tudni, mint hallani, hogy a sötétben kicsit megmozdul a redőny, ritkábra húzzák, hogy észrevétlenül kilessenek, kicsöngethet ilyen későn. A késői csöngetés semmi jót nem jelent, Otthon nekünk is le kell szaladnunk a pincébe, és beállni a lépcső fölötti mélyedésbe, mielőtt anyjáék kimennének kaput nyitni. Azt is tudjuk, hogy ha elvinnék őket, ott kellene állnunk még sokáig, több óra hosszat, s csak másnap virradatkor mehetnénk át, megbeszélés szerint, egy ismerős családhoz. Fordított esetben az ők is fiaik hozzánk jönnének. Apu áll. Kezében a haube, másik kezét zsebre vágja, vár. Egyszer csak kigyullad a ház oldalán az udvari lámpa. Idősebb, hajlott hátú magas férfi jön kifelé, kezében zörög a kulcs. Előbb kerítésen keresztül beszél apámmal, aztán látom, hogy nyitja a kaput, sőt, lehajol, hogy a rögzítőt is felhúzza. Már nyílik a két kapuszárny, mikor apám visszaindul hozzám. Az arca megenyhült, nyilvánvalóan bizakodó, talán még mosolyog is. Menjünk gyorsan, az ágyból ugrasztottam ki az öreg urat, mondja nekem, és tolja a motort, megyek mögötte. Az udvart vörös alak borítja, mint egy sportpályát. A ház mellé a bejárat fölötti lámpa alá állítja le apu a motort. Aztán tanakodnak, mi jobb, ha égve marad éjszakára az udvari villany, vagy ha leoltják? Végül úgy döntenek, hogy le kell oltani, nehogy feltűnjön a járőröknek a motor és becsöngessenek. Apu áttolja a sövény árnyékába, ahol az utcáról nem lehet észrevenni. A kerékzárral is lelakatolja. A bácsi kikísér minket a kapuhoz, közben arról beszélnek, hogyan juthatunk be ilyen későn a városba. Kiderül, hogy már csak egy kései vonat jön, kell rá ugyan várni, de bemegy a nyugatiba. Az öreg kikísér minket a sorompóhoz, és a sínek mellett Pest felé mutat. Ott van egy megálló. Feltételes ugyan, de ha van várakozó, a mozdonyvezetők megállnak. Én is ott szoktam felszállni, mondja, és ravaszkás mosoly ül az arcán. Vasúti mérnök voltam, innen jártam be a nyugati pálya mérnökségére, majd húsz éven keresztül. Annyira renomém csak volt, hogy egy feltételes megállót csináljanak nekem a kertek alatt. Elballagunk a sínek menti utacskán a lámpával megvilágított várakozóig. Leülünk a padra, de hideg van. Sétálgatunk. Tíz lépés előre, tíz hátra a keskeny peronon, félálomban. Apu erősen fog. Éjfél után érünk haza, mégis világosak a földszinti ablakok. Anyánk felgyújtja a kerti villanyt, felrántja a bejárati ajtót, mikor meghallja, hogy becsukódik a külső kapu. Beszél, beszél, közben kérdez, igyekszik lefolytani a hangját, de olyan izgatott, hogy folyton elfelejtkezik róla. Apu beteszi az előszobajtót, lecsúsztatja a válláról a hátizsákot. Ancsúr kigombol a kabátomból, Nagymama a hal ajtajában áll, a kezét tördeli, csak hogy megjöttetek, csak hogy itthon vagytok. Adok Szent Andalkának ötven forintot. Anyánk már a rendőrségen is bejelentette, hogy elvesztünk. A rendőrségen? Ütközik meg apu. Azt nem kellett volna. A motort is bemonta. Meg kellett tudnom, hogy nem érte magukat -e magukat baleset. Csak a rendőrségen tudják, ha még éjfére se értek haza, azt hiszi, hogy ha tudnak is rólunk, megmondták volna? És? Mit mondtak? Felvették az adataikat, és megígérték, hogy megkeresik magukat. Akkor most keresnek. Jól nézünk ki, csak nehogy megtaláljanak. Elegem van már az izgalmakból. Apu és anyánk szokatlan hevességgel tárgyalják a helyzetet. Apu bosszus, anyánk mentegetődzik. Arról vitatkoznak, nem kellene-e bejelenteni, hogy hazaértünk. Apu nem akarja. Akkor el kellene mondania nekik, hogy mi történt, és azt is, hogy hol a motor. Ki tudja, mit találnának ki. Megyek fel az emeletre. Úgy érzem magam, mintha valami rosszat csináltam volna. Lehet, hogy még ma éjszaka megtalálnak a rendőrök. Szinte látom őket, ahogy benyomulnak a nagy szobába. Mintha előlük menekülnék fel a lépcsőn. Osztályhelyzet Mi szociális érzelmű emberek voltunk, de nem mint ezek a maiak. Ezek nem szocialisták, ezek rablók, legyintett nagymama. A nagy halban beszélgettek. Még megvolt az aranyos karfájú, lila-sárga virágmintás nagy garnitúra az emeletre vivő lépcsőforduló alatt mellette magas talapzaton egy törött karú, félig lemesztelenített barokk Krisztus szobor. A feltámadott Jézus letörött karjában korábban husvéti zászló volt, és aranyfelhőkön állt. A fal csak nem teljes szélességét beborító kép, a Krisztus a nagy tanács előtt, a fiatalon meghalt Fejér Sándornak, egy munkácsi stílusát követő festő tehetségnek az 1900-as évek elején készült vázlata is nagyapa hajdani gyűjteményéből származott. A jobb előtérben összekulcsolt kézzel, fehér vászoninkben Krisztus állt. Hosszú hajú és szakállú, magas férfi, félig lehajtott fejjel, az arcát árnyék takarja, Baloldalt karos székében, a kar fára tenyerelve, indulatosan hátra feszülő testtel, a leszegett fejű kajafás, épp egy hajpántos férfi súga fülébe valamit. A főpap mögött még két-három heves mozdulatokkal jellemzett figura. A svéd bútorok mintájára készült, zöld-fekete csíkos, lószőrpárnákkal díszelkedő kis garnitúra, a konyha felőli falnál állt. Azt fehér viaszos vászon takarta. Ez volt az ünnepi ebédek helyszíne. A szinte bútor rá lett földszinti nagyszobában. A másik oldalon, a lépcső és a teraszajtó közötti helyet nagyapa zongorája foglalta el, kitűnő márka, hanem nem is bőzendorfer. A kottatartó szekrény tetején finom, fekete műbőrrel bevont doboz. Apu háború után vett, kézi kurblival működő lemezjátszója, his master's voice. Már nem tölcséres, de még nem elektromos, így annak idején olcsón jutott hozzá. Lejátszó karjának görbenyaka, mint egy nikkel hattyú, különös könnyedséggel tudott a fekete plastik lemez fölé kanyarodni az acéltű könnyedén korcsolyázott, megszólaltatva Amelita Galli kurcsi, a varázslatos hangú szoprán Ave Mariaját. Máskor a Csitári hegyek alattot, vagy a Csillagok csillagokat Bartók Béla feldolgozásában. Az Ave Mariát csak gyönyörködve dicsérte, de a Csitáritól a szeme is könnyes lett apunak. A magyar nótás lemezt hallgatva is, Édesanyám, kössön kendőt, sejmet a fejére. Elő kellett a zsebéből vennie, kétfelé nyitni a zsebkendőjét, amit minden használat után ugyanolyan takarosan összehajtva tett vissza a zsebébe. Mi szociális emberek vagyunk, de nem szocialisták, mint ezek a maiak. Nagyanyja legyintése sok mindent magában foglalt. Ez adta meg az igazi tartalmát a szociális kifejezésnek. Nagymama sosem mondott olyasmit, ami ne lett volna igaz. Tehát nem látta szükségét, hogy példákat hozzon fel kijelentése bizonyítására. Az unoka ennyiből is el tudta képzelni, hogy mennyi jót cselekedtek. A konyha gangranyíló ajtajánál megjelenő lánykával ebédet küldtek a szegény családnak amikor a mosónőként dolgozó édesanyja megbetegedett. Nagymama utasítására a szigorú házmester kénytelen volt déli harangszókor a hatemeletes bérházba beengedni a kislányt. Ruhát, cipőt adtak gyerekeik nélkülöző iskolatársainak, vagy a sok gyerekes viceházmesteréknek. Jól bántak a cselédekkel, és nagypapa ingyen kezelt nem csak sok lapos erszényű zenészt, festőt vagy szobrászt, akik ismerték a nagymező utcai urológus művészet pártoló szenvedélyét. De mindenki más rászorulót is, ha hozzáfordult. Ilyen sokat tudhat egy unoka, annak a nagymamának a keserű legyintéséből, akinek a családban hitele van. Még ha esténként rendszerint össze is vész a lányával, anyánkkal, és mint egy borús felleg, távolodtával egyre halkuló, de indulatos kifakadásokat hallatva már vacsora előtt, de legkésőbb vacsora közben, sértődöttem felvonuló unokáival megosztott emeleti hálószobájába. Hogy mi vesztek össze minden nap, sosem sikerült megtudnia, vagy inkább megértenie. Egyszer csak megtörtént, és mindketten kiabálni kezdtek. Este anyjuk hazajött a kertészetből, bement a konyhába, hangos beszéde szinte felnyomta a mennyezetet. Néhány ilyen hosszú amplitudójú hanghullámot követően vagy Ancsúr kis szobájának az ajtaja csattant, miután arcát előrehúzott fejkendője árnyékába rejtve, szipogva bevonult oda, igaz csak néhány percre, mert neki a vacsora készítésénél még kötelességei voltak, vagy nagymama indult meg a lépcső irányába. Ilyenkor jött el az ideje, hogy a két gyerek, Lacika és én, lerobogjon az emeletről a konyhába, mert most már anyjukat egyedül találták ott, és noha biztos adott nekik valami munkát, de legalább beszélhettek vele. Villámgyorsan befejezték a vacsora készítést, aput behívták a fészerből, ahol épp rámolt, szerelt, a satupadján dolgozott, vagy kiválogatta a gyümölcsládákból a romlani készülő példányokat. A konyhaasztalra felkerültek a tányérok. A két sértődött idős asszony, mint az árnyék, szótlanul ült a vacsoránál, asszisztált a fazéklábas serpenyő cseréknél, majd leszette a befejezett étkezés után a mosogatni való porcelánt és az eszcájgot. Ezüst evőeszközzel lettek, egy már alaposan megrágott, dísztelen, modern készlet megmaradt darabjaival, amiket még az oroszok sem vittek el a front alatt. Nagyjából ez volt mindennapjaik egyetlen luxusa, mert az ennivaló, mint az ötvenes évek elején csak nem minden családnál, nagyon szerény volt. Kömény magos levesből, grízes tésztából, esetleg pirított grízből és paradicsom mártásból állt. A mars már ünnepi ételnek számított. Hús, ha volt, csak vasárnap került asztalra. A tonhal gyakoribb volt. Hatan éltek az apa havi 800 forintos fizetéséből, meg azokból a méltatlan összegekből, amit a nagypapától maradt bútorok, festmények, rajzok, olykor ezüstök eladása eredményezett. Hála az állami bizományi áruház kereskedelmi gyakorlatának. Ilyen eladásokra többnyire ősszel télen került sor. A koks amivel a konyhában álló marabukazánt fűteni kellett, nem volt olcsó mulatság. Ha már szóba jött, azért nem tagadható, hogy önmagában a nagyapai ház, a kicsiny, de emeletes budai villa is, ne szépítsünk, mert még nem értek véget az ötvenes évek, tehát a kis családi ház, még inkább az iker családi ház fele, a budai villa is luxusnak számított és már földrajzi fekvése meghatározta lakóinak osztályhelyzetét. Akkoriban mindenkinek nagyon fontos volt az osztályhelyzete. Volt persze előtte is, utána is, de az időtájt ezt egész másként értékelték, semmiképpen sem volt elhanyagolható tényező. Ennek alapján dölt el a hivatalokban is, kinek kinek a sorsa. Volt uralkodó osztály, és voltak osztályidegenek nyilván az uralkodó osztálytól idegenek. És nem lehetett például szociális emberként csak úgy átnyúlni az osztályok feje fölött, elvtelenül hidatácsolni az egymással ellenséges társadalmi csoportok közé, ahogy ezt a nagyszülők gyakorolták. Az ilyesmi szánalmas ügyeskedésnek álszent szemforgatásnak minősült, sőt, a szegény parasztság és a munkásosztály félrevezetésének. Egyesek így akarták elterelni a figyelmet a feloldhatatlan osztály ellentétekről. Az ilyenek a legveszélyesebbek. A jótékonykodás kártékony kispolgári csökevény. Ez az utóbbi gondolat volt talán az egyetlen, amiben az édesapa majdnem egyetértett a hivatalos állásponttal. Koldusnak soha egy fityinget sem adott. Kispolgári lelki furdalás, mondta. Nem véletlen az, ha valaki koldus. Pedig hiába volt immár proletár diktatúrával töltött népi demokrácia Magyarországon. Szegények és megszomorítottak, most is bőven akadtak. Lehet bővebben, mint annak előtte. Az egész ország ki kellett, hogy mozduljon megszokott állapotából. A változás volt a haladás föltétele. Az újságírók, a riporterek minden nap, minden újság minden oldalán megírták, erről harsogott egész nap a rádió is. A haladás értelme nyilvánvaló volt, így lehetett a lehető legtöbbet elvenni mindenkitől. Olyasmit, aminek az elvétele békeidőben tulajdonképpen bűncselekménynek számított volna. Jó pár esztendő elmúlt már a háború óta, de a békeidő fogalmát a jelenre alkalmazni senkinek sem jutott volna eszébe. Az elvett javak többnyire az állam tulajdonába kerültek. Kevés olyan emberrel lehetett találkozni, aki ezekből részesült volna. Kézzel fogható kivételek azért akadtak. Édesapától 51 novemberében elvették a kertészetét enyhíti a dolgot, hogy nem a tulajdona volt. A tulajdonos a háborút követő években külföldre távozott. Ha valaha visszajönnék, mondta, és itt megállt, borús arca csupa kérdőjel volt. Maga biztos visszaadja majd nekem. Apura hagyta, hogy művelje tovább a saját belátása szerint a jókora budai telket. A veszteség így is nagy volt, a kertészetem múlt a család megélhetése. A helyén gyors tempóban felépült egy csomó három emeletes ház, aféle rákos is talakó telep, még téglafalakkal, oszlopos bejáratokkal. Hamarosan megérkeztek az új lakók is, lehajtott fejű, szóba láthatólag egymással sem elegyedő emberek. Az utcabeli régi szomszédoktól pedig egyszerűen elfordították a fejüket ők lettek volna a kedvezményezettek. A környékbeliek kétkedőn méregették őket. Vajon értük van ez az egész? Nekik jó most? Ahogy a szomszédos emeletes ház garázsába beköltöztetett három gyerekes munkás családot is kíváncsian figyelték. Jó nekik, hogy mozgalmas életüket egy ablaktalan és kéménytelen, betonpadlós garázsban kénytelenek élni a dupla szárnyú garázsajtóba belefaragott lyukon bújtatták ki a kályha csövet. Hogy lehet egyáltalán víz, WC és ablak nélkül létezni? Az apró, kerek parasztasszony folytott hangon, égre forgatott szemmel adott válaszaiból kiderült, hogy ezt a garást a férje üzeme utaltatta ki nekik, hogy feljöhessenek faluról. A férj miután bevitte a téjezbe a földjeit, az igavonóit és minden más jószágát, mielőtt kulákká nyilvánították és családostól kitelepítették volna, a budai ganzgyárba szökött segédmunkásnak. Szájában örökké cigaretta lógott, a kezében egy szatyor boros vagy sörös üveg, mogorván jött haza három visongó gyermekéhez, akik közül a legkisebb még pelenkás volt a házmestert kötelezték, hogy engedje be őket a saját wc A házmesternek ennél több esze volt. Odaadta a családnak a ház túlsó oldalán lévő légópince kulcsát, volt benne mosdó és WC is. A lakók közül senki sem mert szót emelni ellene, pedig nyilvánvalónak látszott, hogy ha észreveszi a protekciós, munkás család a garázshoz képest tágas és lakható légópincét, Hamarosan nem csak a WC-jét fogja igénybe venni, amiért még csak kárhoztatni sem lehetne őket. Akkor pedig jöhet a nagyszájú körzeti LEGO felügyelő, egy minden házba becsöngető környékbeli házmester, hogy a légónak mindig készen kell állnia a lakók befogadására, hiszen senki sem tudhatja, melyik pillanatban tör ki a harmadik világháború, és mérnek ránk atomcsapást az imperialisták. Tehát, nagymama keresztény ilyen tapintatos megfogalmazása szerint az örökké italos állapotban lévő Mogorva Ambrózi úrtól, az uralkodó munkásosztály új tagjától is előbb elvettek valamit, nem is keveset, ha a kulággyanú árnyéka rávetült, mielőtt egy budai garást kiutaltak volna neki lakóhelyül. Amit persze szintén elvettek valakitől, Igaz, az illetőnek amúgy sem volt már semmi szüksége rá, mert benne tárolt autóját, osztályellenség voltának ezt az ordító bizonyítékát már rég, míg a három éves terv hőskorában be kellett szolgáltatnia. Pedig milyen okosnak képzelte magát az egész család, amiért a front szolgálatot teljesítő katonatiszt a háborús években egyáltalán nem is használta. A szép kocsi észrevétlen lapult oda benn. Nem fedezte fel magának sem a német, sem a szovjet hadsereg, pedig a front elől az egész família nyugatra menekült. Az, hogy a garázs még csak nem is bérletük, de egyenest a magántulajdonuk volt, szintén ellenük szólt. Gazdagok, kizsákmányoló kapitalisták. Így alig ha jutott eszükbe tiltakozni a kisajátítás miatt. Lapultak, mint a hozzájuk hasonló környékbeli népség. Az osztály idegenek. Tanárok, mérnökök, hivatalnokok, döntő többsége. Nem sokáig, csak amíg meg nem kapták a kitelepítésükről szóló határozatot. Akkor vége lett a kényelmes lapulásnak. Két óra leforgása alatt teherautóra kellett pakolniuk mindazt, ami fontos volt, és át kellett adniuk az államnak a lakásukat. Akkor már csak a hetvenes éveiben járó anyós és az ötvenhez közeledő fiatalasszony élt a háromszobás első emeleti villa lakásban. A féri állítólag valahol vidéken dolgozott, a rossz nyelvek szerint azonban kis tarcsán ült. A két asszonynak nem volt ereje felpakolni az ágyakat, szekrényeket, talán nem is engedték meg nekik a szürke egyenruhás intézkedők. Így csak a konyhaasztalt, néhány széket, lábasokat, vájdlingot és batyukban némi ruha nem üthortak ki. Ki tudja miért, néhány függöny karnist is, meg egy kristálycsillárt. Szinte üresen maradt a kocsi raktere, amire a nyári meleg ellenére fehér fejkendőben, sötét szövet kabátkában kapaszkodott fel a fiatal asszony. Nyúlánk hajlított háttámlájuk konyhai tonetszékre ült, oldalt fordulva, közvetlenül a pilóta fülkemögé, nem nézve senkire a szótlan szemhunyorításokkal történt gyors búcsúzás után. Ahogy az oldaldeszka fölött beemelték a platóra, leesett a csilláról egy nyolc élű kristályfüggő. Bámészkodó kisiskolás, fölvettem a porból megtöröltem a szoknyámban, és oda az idősebbik asszonynak, akivel nagymama gyakran váltott szót, vásárlásból, templomból hazafelé jövet. Tartsd meg csak, kislányom, emlékeztessen ez mindig a Marietta nénire. Megsimogatta a fejemet, megtörölte a szemét, mielőtt nehézkesen ő is felkapaszkodott volna a platóra. Sokáig tartottam tanulóasztalom fiókjában, az egyik végén, kis, aranyozott drótkampon, sokszögletűre csiszolt gömböcskét fityegtető díszt, és a mai napig emlékszem Marietta nénire, aki a nyitott teherautón való utazáshoz, a hőség ellenére szintén kendőt kötött, és teppelt bordó pongyol a félét gombolt nyári szoknyája blúza fölé. Lehajtott fejű, barna menye, sírva, bátortalanul intett vissza nekünk, amikor rángatozva megindult velük a kocsi. Meg sem álltak egy alföldi falu egyik emberi lakás céljára teljesen alkalmatlan istállójáig. Ha kerek lett volna a világ, épp Ambrózi úrtól, a mostani gazgyári segédmunkástól vettek volna el, aki viszont Marietta néni fiának garázsában lett, fővárosi lakos. Marietta néniék helyére pedig már másnap beköltözött egy szürke ávéhás uniformist és sapkát viselő házaspár. Az asszony ferde szeméből azonnal mindenki kikövetkeztette, hogy még a felszabadító hadsereg tagjaként érkezett kis hazánkba. Pedig később derült ki, dehogy. A férfi volt négy évig hadifogoly Szibériában. Ott találta ezt a kis katonanőt. Így javult egyre a környék osztály összetétele. Társkereső lányok, hölgyek! E-mail címem gmail.com 182 cm magas, megbízható, tisztességes, őszinte fiatalember vagyok, Érdeklődési köröm főképp az informatika, természettudományok, társadalom, vallás, pszichológia, önfejlesztés és a művészetek köré szerveződik. Jelenleg webmesterként tevékenykedek, különféle programokat készítek, valamint blogokat vezetek, szakirányú diplomával rendelkezem. Egyaránt jellemez a nyitottság és az introvertáltság, Leginkább azokkal találom meg a közös hangot, akik nézeteiket tekintve a hagyományos értékek iránt elkötelezettek. Médiafogyasztási szokásaimra főként az MR1, a hit és a katolikus rádió hallgatása jellemző. Összességében úgy vélem érdemes velem megismerkedni, talán megér egy próbát, bár átlagembernek tartom magam, az átlagnál nehezebben ismerkedem, ugyanakkor ennek előnyei is lehetnek. Vidéken élek, de szívesen költözöm, a távolság részemről nem akadály. Egészségtudatos, gyermektelen nővel barátkoznék, ismerkednék, lakóhelytől és életkortól függetlenül, tartós, hosszú távú, komoly párkapcsolat reményében, Kölcsönös szimpátia esetén nyitott vagyok a kapcsolatra. Reménykedem benne, hogy ezen sajátos módon növelhetem a társtalálás hatékonyságát. Felkeltettem érdeklődésed. Várom üzeneted barátságos vagyok, íri nyugodtan bármit, vagy kérdezz, ami eszedbe jut, így elindulhat az üzenetváltásunk, ami egy szép barátság és párkapcsolat kezdete lehet. Mindenkori párkapcsolati állapotomról a kapcsolódó blogon tájékozódhatsz. Párkereső kötőjel Megosztással, ajánlással is segíthet pár találnom, köszönöm.